Köszöntöm a kedves jelenlevőket, köszöntöm a hallgatókat is. Először is szeretném felolvasni a Szentírásból a választott részt, amely a bábeli trojnak a történetét örökítette meg. Teremtés könyvének a 11. fejezete. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve, és ugyanazok voltak a szavai. Amikor keletről elindultak, Sinár földjén találtak egy nagy síkságot, és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz, gyertek, csináljunk téglát, és égessük ki. A tégla épületkő gyanán szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt. Nézzétek, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét. Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, és abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavart össze az egész föld nyelvét, és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön. Kedves jelenlevők, tehát a Bábel történetét, amikor az ember meghallgatja, illetve a köznyelvben is, amikor felhozzák ezt a témát, nagyjából annyiban leszoktuk tudni, hogy hát az a hely, ahol a nyelvek létrejöttek. Ugye, és akkor ezzel be is van fejezve a téma, le van zárva, és akkor megyünk tovább. Valójában ennek a történetnek egy sokkal mélyebb mondani valója van, amit majd megpróbálok valamilyen szinten felvázolni, illetve majd nagy léptekbe bizonyos példákat hozni a történelem folyamán, az építkezést illetően, hogy az milyen jelleggel is mit fejezett ki, illetve pedig arra vonatkozóan, hogy az a mai világban is, a mai korban is miként jelenik meg a gyakorlati életben. Hát először is maga a megnevezés, a Bábel, az egy héber szóból, a balal igéből jön, ami annyit jelent, hogy zűrzavar. Hát ténylegesen is valamilyen zűrzavar bizonyosan ki is alakult. Próbáljuk meg először is meghatározni, hogy ez az építkezés, hogy ennek az építkezésnek mi is volt a helyszíne. Maga az elhangzott szöveg több utalást is tesz, amelyek alapján meg lehet határozni, hogy itt valójában tényleg a világnak melyik föld táján történt is valójában ez az esemény, amiről a Szentírás tudósító beszámol. Az egyik célzás az valójában maga a Sinár földje, ez a síkság említése. Ez valójában, mint próbáljuk valamilyen módon megmutatni, ez a Tigris és az Eufrátesz között elhelyezkedő földi területről van szó, ami a piros vonalkákkal, tehát körül van jelölve. A másik pedig kifejezés az, hogy készítsünk téglákat. Ugye ezen a területen, mint lehet olvasni internetes forrásokból is, meg lehet tudni, hogy gyakorlatilag ezen a területen olyan kő, ami kifejezetten építkezésre, kifejezetten alkalmas lett volna, nem volt elérhető, főleg olyan mennyiségben, amiben kellett. Ez miatt gyakorlatilag az agyagot használták, ami kézenfekvő volt, és ebből, mint itt őseink is egykoron, ugye, agyagból formálták a téglákat, égették is, ebből építkeztek. Több olyan Mezopotámia területén, tehát ezen a részen felmaradtak olyan leletek, amelyek gyakorlatilag, illetve írásos források is, amelyek beszámolnak torony építésekről. Például az egyik az úgynevezett Enuma Elis Eposz 6. táblája, amely például leírja, hogy miként történik meg a babiloni Eszaglia szentély toronynak az építése. Az elbeszélés szerint az Anunnaki istenek buzdítják egymást arra, hogy építsenek egy égérő tornyot. Mégis építik, felépítik az apsuik, ez gyakorlatilag egy olyan égi óceánnak a megnevezése. Viszont kell tudni, hogy ebben a korban, tehát ezen a területen, abban a vallás kultúrában gyakorlatilag az embernek ilyen jellegű építkezése
föl, hogy kapcsolatot, kifejezett közvetlen kapcsolatot teremtsen az istenségeikkel, az nem valami negatív cselekmény volt. Gyakorlatilag mindegy vállon veregetéssel fejeződik be a mai korban, ha így akarnák szlengesen mondani, tehát egy becsületes, egy pozitív törekvés. Viszont a Szentírásban másmilyen jelleggel fejti ki maga az illető személy, tehát a Szentírás írója, hogy gyakorlatilag nem ilyen pozitív törekvésről van szó. Valamilyen negatív magatartás fejeződik ki az egész történetben. És miről is lenne szó? Ugye az egyik azt mondja a történet vezetése, hogy a nép egy nyelvet beszélt, egyek voltak és egyebek. Ez a 11. fejezet. Ha megnézzük az előző fejezetet, a Teremtés könyvének a 10. fejezetét, ott viszont arról beszél a Szentírás, hogy gyakorlatilag az emberek nyelv szerint, nemzetség és nyelv szerint betelepítették a földet. Tehát, hogyha a 11. fejezetben jönnek létre a nyelvek, ahogy szoktuk mondani, akkor miért írja meg időbelileg, már előzőleg, hogy megvoltak a nyelvek? Tehát ez is egy problematikát tud okozni az egész történet, és akkor meg lehet kérdőjelezni, hogy gyakorlatilag miről is van szó. Ugye a kommunikáció kifejezés ugye a latinból jön, kommunikálni, tehát beszélgetni, és a kommunikációból ugye jön a kommunió, tehát a közösség. A beszélgetés kommuniót hoz létre. Ugyancsak az az egy nyelv, egy szó kifejezések nem feltétlenül kell úgy értelmezni, hogy az emberek ugyanazt a szavat, ugyanazt a nyelvet használják mindannyian, hanem úgy is lehet érteni, hogy egy nyelv, miként egy gondolat, egy közös gondolat, az egyetértés valójában összekapcsolja az embert. Kommunióba, közösségbe tömöríti össze az embereket. Most ilyen feliratok az asszír királyi feliratokban is találhatóak, azok a hasonló kifejezések, amikor a meghódított területekre adtak ki rendelkezéseket az elfoglalt népekre vonatkozóan, sok ilyen utalások itt is megtalálhatók, ezek a kifejezések, hogy az egy nyelvünk, egy kifejezésünk, egy szavaink kifejezések megtalálhatóak, pont arra vonatkozóan, hogy ugyanaz a gondolat, ugyanaz az elv, ugyanaz a célirányosság törekvés révén legyünk egységbe. Tehát ez a gondolatvilág, tehát itt valamilyen úton módon ez próbál kirajzolódni. Tehát egy közös szándék, ez a szándék vezérli őket, hogy valami nagyszerűt hozzanak létre. És tudjuk a szövegből is, mint hallottuk, hogy egyrészt van egy olyan cél is, hogy ne szóródjunk szét a világba, ugye? Tehát valahogy tömörüljünk össze, másrészt pedig szerezzünk magunknak nevet. Nos, maga a névszerzés ilyen esetben, tehát egy fölemelkedés, tehát hírességi válni, valakivé válni. A Szentírásban, hogy nevet szerezzünk, több alkalommal is találkozhatunk. Tehát gyakorlatilag a névszerzés a Szentírás számára nem ismeretlen. Tehát van, amikor maga Jahve, ő maga az, aki önmagának nevet szerez, mégpedig azáltal, hogy a történelembe beavatkozván nagy tetteket hajt végre. Tehát gondoljunk csak arról, hogy miként vezeti ki a választott népet az ígéret földjére. Ugye elvezeti Egyiptomból, kiszabadítja, és ezáltal, hogy végigvezeti, nevet szerez magának. Vagy miként van más lehetőség is, amikor Isten beavatkozik a történelembe, de lehetővé teszi, hogy maga az ember is nevet szerezzen magának. Így például Dávid király esetében is a 2. Sámuel könyvében olvashatjuk a 7. fejezet 9. versében. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szerzek neked, olyat, mint a föld nagyjaié. Tehát az embert is képessé teszi arra, hogy nevet szerezzen magának. Viszont a Bábel esetében az emberek maguknak próbálnak nevet szerezni. Az ember mintegy, és pont ezt rejti magában ezt a veszélyt, ez az egész történet elbeszélés, hogy az ember nem Istennel akar együtt, nem közös úton haladnak, hanem valójában az emberek maguk akarnak. Tehát jön egy emberke, próbáljuk ezt most valamilyen úton, módon nincs tábla, hogy lerajzoljam, de próbáljuk meg úgy elgondolni, hogy van egy emberke. Ennek az emberkének szület egy nagy ötletje. És ez az emberke ugye rájön arra, hogy hát ő maga kevés ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, hát ezért elkezd keresni társakat.
És ezekkel a társakkal a gondolat ugye megosztás után azt mondják, hogy nagyon szép ötlet ez, csináljuk. És akkor kezdenek ők is terjeszkedni szépen. És hogy gyűjtik, és amikor eljön az a tömeg, amely már képes formálni, alkotni, megkezdik ezt az építkezést. Na most, nagyon jól tudjuk a mai korban, a világban is, hogy, és történelemben, majd amikor a későbbiekben beszélek, hogy amikor az emberek építkeztek, ahhoz, hogy mindig valami monumentálisat építsenek, ahhoz gyakorlatilag mindig valamilyen technológiai fejlettségre is szükség volt. Tehát mindig fejlettebb voltak. És gyakorlatilag az ókori világban is mindazok, akik valamilyen szinten fölemelkedtek a többiek fölé, valami révén híressé váltak, mindig volt valamilyen fejlettség, ami következtében a többivel szembe előnybe részesültek, kiemelkedtek fölé. Most itt a torony építésnél is, ugye ők elkezdenek építkezni, szépen haladnak az építkezéssel, emelkedik ez a torony, nől. Ugye, és az ember ugye azt gondolná, hogy amikor jön az, hogy az a rész, hogy Isten lejön, és hát összezavarja őket, hogy akkor most mit ebbe a problématika, mi Istennek most ebbe baja. Ugye néha azt mondhatnák, hogy most Isten, most te jött itten ez a itt rendet csinálni, itt akadályozó bennünket, hogy mint téged elérjünk. Tehát, és a Szentírásban van ez az érdekes mondat, ami valójában erre rácáfol. Ugye az emberek azt hitték, hogy ők már valamit sikerült, valamit megvalósítani, valami óriási nagyot. Igen, emberi szemszögből nézve tényleg valamit megvalósítottak. Ha úgy képzeljük el, hogy ezek az emberek összegyűltek, ott vannak a rengeteg nagy daruk, emelők, és egy olyan korban beszélünk, ami Krisztus előtt, tehát jó pár ezer évvel ezelőtt tehát történt meg, tehát több száz évvel előtte, abban az esetben belegondolok, hogy milyen technológiai fejlettség volt, és ők képesek voltak egy több tíz, több száz méteres valami épületet fölhúzni, akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor a körülöttük lévők, akik ezzel a technológiával nem rendelkeztek, ők milyen szinten voltak. Ugye, tehát építenek, fölhúzzák, tehát egy technológiájuk révén fölemelkedtek. És tudjuk a mai korban is, hogy azok a társadalmak, amelyek technológia területén fejlettebbek, azok gyakorlatilag az elmaradottabb a gazdasággal, országokkal gyakorlatilag úgy bánnak, ahogy kívánnak. Tehát bármikor valójában leigázhatják, szézúzhatják őket, mert ez a technológia, ami emelkedésüket szolgálja, azzal a többieket simán elnyomhatja. Nos, ugye építkeznek, és az, hogy valójában milyen szintre jutottak el, van az a mondat a Szentírásban, amit elhangzott az előbb is, hogy Istennek le kell jönnie, hogy megnézze, hogy az ember valójában hová is sikerült jutnia. Tehát az ember azt hiszi, hogy valami nagyot elért, de Istennek le kell jönnie, hogy megnézze. Ez egy irónia. Tehát ez kimutatja azt, hogy az Isten az elég távol van, messze van. És ugye gondolnák akkor, hogyha akkor most Isten, hogy összezavarja, akkor fél tőle. Ha Isten ennyire távol van, és az ember úgy gondolja, hogy ha én eljutok az isteni szférákba, és én megistenülök ezáltal, akkor tényleg föltődik a kérdés, akkor miért kell Istennek lejönnie, és mitől kell félnie? Ha az ember még csak meg se közelítette, hogy Isten onnan föntről meglássa. Le kell jönni. Nem tudom, átjön mostan ez az irónia az egészbe, ez a sajátos nyelvhasználatja, nyelvszó fordulatja magának a Szentírónak, de pont ezt akarja kifejezni, hogy az ember bármennyire is törekszik, maga erejéből törekszik, próbál Istentől elszakadni, és akkor majd én megmutatom, hát ez nem úgy működik. Tehát annyira nem tud az ember ilyen szintre ennyire fölemelkedni. És gyakorlatilag ugye a Szentírás nem számol be arról, hogy miként történik meg ez a nyelv összezavarás, miként mit tesz Isten, csak a lényeg az, hogy megtörténik. Ugye megtörténik az, hogy ez az egy nyelv, ez az egy gondolat megoszlik. Ugye gyakorlatilag miről van szó? Az, hogy gondoljuk el, vezessük tovább, hogy mi történt volna akkor, ha megtörtént volna a toronynak a fölépítése. Abból induljunk ki, hogy nevet akarnak szerezni. Tehát valakiké akarnak válni. Mondjuk megvalósul a toronynak a fölépítése, elérik azt a bizonyos szférát, amit ők gondoltak,
És miként a történelem folyamán is, ugye a világ hét csodája, egyebek, ugye az emberek is, máj napig is ez így van, a világ csodái vannak, ember tömegek, milliók járnak, hogy megcsodálják, és mindenki ámul és bámul, hogy milyen nagyszerű dolgokat építettek az emberek. És gondoljuk el, hogy ezek fölépítik, és utána mi van? Miben fog ez megnyilvánulni? A történelemben ez sajnálatos módon sokszor és sokféleképpen megnyilvánult, főleg az ókorban lehet példákat erre hozni majd, ezt föl is vázolom röviden. Az ember azért próbálja ezt fölépíteni, ezt tornyot, hogy megszerezze a nevet, de viszont ha egy ember tömeg, több ezer ember megistenül, akkor gyakorlatilag az ember egy idő után ráébred, hogy hát több ezren vagyunk, ugyanazon a szinten. Közben még egy volt az, aki föl akart emelkedni, magának akart eredetileg nevet szerezni. Tehát gyakorlatilag hatalomról van szó, uralkodási vágyról, fölemelkedni a többi fölé. És ők meg is teszik, ahogy ezt a történelemben nagyon jól tudjuk, mindig voltak különböző rendszerek, hatalmak, fölemelkedik és uralkodik, hódít, leigáz más népeket és egyebeket, és uralkodik a többi fölött. Nos, nézzük meg, remélem, hogy valamilyen szinten ez megnyilvánult. Na most viszont ez a népszerzés, ez nem valami elsődleges, egy új jelenség. Valójában ez az ember, hogy meg akar istenülni, ez összekötődik, visszavezethető az első emberpárnak a bűnbeesésével. Ugye ott is a kísértés története elmondja, hogy a kísértő azzal kísérti meg az embert, hogy hát talán Isten, körülbelül idézve, azért tiltotta meg nektek, hogy egyetek arról, hogy nehogy olyanná váljatok, mint ő. Tehát gyakorlatilag istenné válásnak a kérdése tevődik itt is föl. És akkor az ember úgy elgondolkodik. Egyébként későbbiekben is teológusok is gondolkoztak és dolgozták ezt a témát, próbálták megoldani ezt a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha az ember nem esik bűnbe. Ugye, hogy akkor mi értelme volt az édenkert közepén elhelyezni azokat a fákat, amiről Isten megtiltotta. És volt egy olyan elmélet, amit gyakorlatilag, mint ugye iskolában vagyok, ugye nagyon is tetszik, meg úgy tényleg az ember úgy értelmes is, és tényleg ad is egy magyarázatot. Ugye a tanár és a diáknak a viszonya. Ugye Isten a tanár, Ádám és Éva ők a diákok. És a tanárnak a célja ugye megnyitni az ajtót ugye a diák előtt, ugye az ajtó, tehát az ablak, vagy a rálátást, ami adja a világra. Tehát az információ, hogy belépjen a nagy világba. És gondolják, hogy gyakorlatilag az ember, hogyha továbbra is kitartott volna, föltételezik, hogy gyakorlatilag az ember mint egy jutalomképpen elnyerte volna mindazt, amit Isten eredetileg azt mondta, hogy arról most még nem vagy készen. Majd fölkészülsz, akkor én magam megadom. Tehát erre jutottak, mint amikor a diák is. Tanár tanít, diák befogadja az információt, lefelel, azt mondja a tanár, itt az ötös, a megérdemelt jegy. Tehát egy ajándék. Ez az elképzelés. Viszont az ember mit csinál? Isten ellen fordul. Ő maga akar. Tehát gyakorlatilag, ugye itt történik akkor a bűnbeesés, és itten az őstörténetben még egy kis emberi csoportról beszélünk. A bábeli torony esetében tömeges formában nyilvánulja meg, hogy miként jelenik meg, válik nyilvánvalóvá ez az emberi törekvés. Tehát ezt a formát, ezt az egyedi bűnt, ezt a kísértés problematikát és emberi törekvést, ezt fokozza és mutatja be, hogy miként nyilvánul meg tömegesen sok ember esetében. Na most nézzük tovább, lépjünk tovább. Tehát remélem, hogy akkor érthető volt, hogy gyakorlatilag ez a szerezünk nevet, illetve a bábeli toronynak valójában milyen mély mondani valója és szándéka van. Tehát milyen egy mély törekvésről van szó, ahol az ember próbálkozik fölemelkedni, és az ember akar maga fölemelkedni Isten nélkül, viszont a problematika, amiről beszél a Szentírás író is, hogy Isten azért akadályozza meg, illetve történik meg a szétzavarodás, mert hogyha az ember megvalósítja, elér egy bizonyos technológiai fejlettséget,
És utána, ha hírül akarja adni, két opciója van. Az egyik az, hogy gyertek, és részesítünk ti is benneteket ebben a technológiában, és akkor ti is naggyá tudtok válni. Vagy a másik megindul, és elkezdi leigázni a körülötte lévő népeket. Hát láthatjuk, hogy a mai világban is gyakorlatilag melyik forma. Gyertek, megosztjuk a technológiánkat ingyen, vagy ez a másik mellik működik. Tehát így formálja ez a gondolat, ami több ezer éves, ez mai napig is. Most nézzük röviden a történelmet. Ugye, hát az egyik, nézzük Egyiptomot. Egyiptom esete. Hát itten például az első kép, ugye a nagy piramisok, ugye a Hufu vagy Keops piramis, ugye Gízában található, Kairó mellett. Viszont nem ez volt a legelső piramis, az első piramis az egy másik uralkodó, a Djoszer, remélem jól ejtem a nevét, tehát ő volt az, aki az első piramist megépítette, az ő nevéhez kapcsolódik, és az ő nevét is viseli, ez a Djoszer piramis, amit érdekes úgy is szoktak nevezni, mint égbe vezető lépcsőnek is. Tehát így is hívták ezt néha, ezt a piramist. És ez a piramisok is, ez az első piramis mikor kezdett valójában épülni, illetve majd az akkori hét csoda közé tartozó nagy piramis is, ami kb. 147 méter volt, a világ hét csodája volt abban a korban. Hát akkor kezdett, amikor az Egyiptom egyesült. Tehát amikor egyesült a két részre oszlott terület, egység megnyerése után, gazdaságilag is, hatalmilag is, amikor az egység létrejött, azután lehetővé vált, hogy közösen, tehát alakuljanak, formálódjanak és erősödjenek, és utána tudjuk, hogy ez Krisztus előtti időszak 2600 körül volt, utána pedig hosszú időn keresztül hát a környező népeket foglalták el és igázták le, illetve tették a maguk rabszolgáivá, és egyebek. Utána haladjunk és egy jó nagyot lépünk, a magában a történelembe, és az embernek ez az ég felé megmutatni, ez a szándék, hogy mutassuk meg magunkat, szerezzünk magunknak nevet, az egyik ilyen nagyobb torony, ugye az Eiffelnek a tornya volt, amit a kori világnagy kiállításra készítettek el, ugye hát mindenki, tehát álmult és bámult, hogy hogy lehetséges, hogy fémből valami kifejezetten nehéz, és mégis képesek voltak egy ilyen hihetetlen 300 méter magas tornyot felhúzni. Ugye ezt úgy megcsodálták az emberek, és mai napig is az emberek ezt megcsodálják. De Eiffel ezzel végérvényesen bevéste a saját nevét a történelembe. Viszont ez még lehet, hogy nem annyira sokat mondó, viszont egy érdekes adatra találtam információról, hogy utána hamarosan Amerikában, valójában ez amikor Eiffel megvalósított ezt az addig kivitelezhetetlennek, idézőjelben mondott tervét, ezután, amikor ő bizonyította, hogy igenis lehetséges, ekkor valójában Amerikába elkezdtek gondolkozni, hogy hoppá, hogyha ez lehetséges, hát építsünk mi még nagyobbat, és gyakorlatilag megépítik, nem is olyan sok hosszú időre, 1930-ban, ugye, tehát egy jó 40 évre rá, az Empire State Buildinget szépen fölhúzták ők maguk is. És ettől kezdve kronológiailag lehet látni, hogy az emberek törekszenek egymás után mindig jobban és jobban fölhúzni. Na most nem csak az a célom itt ezen a képen bemutatni az épületek, hogy milyen magasak, hanem láthatjuk, hogy a történelemben, ahogy húzódik ez az egész épületek, látszik, hogy bizonyos szinten hozzákapcsolódik, hogy ezekben az országokban, ahol ezeket a nagy épületeket fölhúzták, amelyeket mindig éveken, évtizedeken keresztül úgy jelölik meg, hogy világrekorderek voltak, ezek mindig nevet szereztek. Mindig, ahogy fölépítették, akkor cikkeztek róluk, az emberek mentek, nézték, bámulták, hogy milyen hihetetlen is magas tornyok, csillog, villog, minden. Ugye hát akkor ez a Empire State Building után fokozatosan kezdték. És ugorjunk egy nagyobbat az időben, ugye itt van a másik, a Kuala Lumpuri, ott fölépített nagy torony, ugye ez pedig a Malajzia fővárosában, a Petronas Iker torony, így nevezik. Ugye Malajzia, nem tudom, hogy önöknek jelente valamit, de ugye ez 1993 és 1999 között épült fel, és ez világrekorder volt évtizedeken keresztül. Most miért is került ez ide föl? Milyen jelentősége? Mit mond? Gyakorlatilag arról van szó, hogy Malajzia az valamikor az 1980-as években
gyakorlatilag egy olyan országocska volt, amelynek a gazdasága főként a mezőgazdaságra és egyebekre épült, majd egy óriási nagy fordulat jött létre, amikor átálltak a számítástechnika vívmányainak a gyártására. Tehát különböző félvezetőknek a nagy gyártóivé váltak, és ugye lehetett a Covid ideje alatt, ugye rengeteg cég is problématikába került, amikor országos világszinten csiphiány jött létre. És akkor ugye az ember úgy volt, hogy mindenki Thailand, ugye mindenki úgy tudjuk, hogy azok az egyik legnagyobb chipgyártó cég, de találtam egy érdekes cikket 2021-ből, amely arról cikkez, hogy gyakorlatilag Malajzia, ha nem is olyan nagy gyártó már, viszont ő a központ, ahol történik a mindegy ezeknek az új alkatrészeknek a tesztelése, ott történik az alkatrészeknek a csomagolása, illetve bizonyos félvezetőknek a gyártása, amelyet a nagyobb cégeknek ők szállítanak le. És amikor őnáluk a Covid miatt lezártak, akkor többi gyárak is ezzel gyakorlatilag nélkülözni kezdtek, és hiány alakult, hiány jött létre. Utána pedig másik a nagyobb város, ugye Tajvan fővárosa, hát teljes mértékben is az óriási technológiai vívmánynak, tehát ők az egyik világ egyik legnagyobb chip gyártói, tehát a világon, és ők is hamarosan, ugye, mit lehet látni, ők is fölhúzták a világ következő óriási tornyát, ami hát a malajziait jóval megugrotta. És utána persze természetesen időközben az amerikaiak is, ugye az Iker tornyokra, amit sajnálatos módon tudjuk már per pillanat, hogy hol van, de viszont időközben Amerika területén két, tehát az Iker tornyok még épültek, közben Chicagóban is épült a Willis torony, és hát ott is egy versengés volt, hogy kié lesz a magasabb, és a dátumokat pont az miatt tüntettem fel, mert ahogy az egyik felépítette, felépült a másik is, erre rájöttek arra, hogy az enyém milyen egy kicsit kisebb lett, akkor a következő évben egy pár évre ráépítették a torony részre az antennákat, és akkor így próbáltak versenyezni, akkor kié lesz a nagyobb, és hát gyakorlatilag igen 2001-jel az a versengés véget és sajnálatos módon, ami a történelemben a támadás következtében, sajnos az Iker tornyokban, több ezen ember életével végződött, de romba dőlt ez a torony. Utána a későbbiekben pedig, hát górjunk még nagyobbat, tehát lehet látni is, hát ugye a mai világ szenzáció, ez a Kalifa torony, ugye, hát erről rengeteget cikkeztek, rengeteget beszéltek az emberek az elmúlt években, ugye, hát ez az, amely 800 méter magasra lett felépítve, azóta is az egyik legfejlettebb, mint már technológia szemszögéből, illetve felszereltség, a vívmányok, ugye hát pénz révén sok mindent megvásároltak. De önök nagyon jól tudják, hogy gyakorlatilag az 1900-as évek elején ki beszélt erről az országról. Azt se tudták, jó tudták, hogy hol van, de nem volt semmilyen meghatározó jelentőség az egésznek. 1950-ben kezdődik a változás valójában. Tehát 1950 előtt ezek az ország részben, ahogy én is olvasgattam, tehát gyöngyhalászatból, meg egyebekből, tehát azokból éltek, onnan voltak nagyobb bevételeik, míg fő nem fedezték, hogy hát ez egy olyan terület, ami nagyon gazdag, a fekete aranyba, ugye, a kőolajba. És amikor ezt a piacot ugye ők is kezdik szépen lassan kiaknázni, hihetetlen anyagi bevételekre szertesznek, megveszik a legnagyobb szakembereket, mindent, amit csak lehet, és tényleg fölépítik ezt az óriási nagy tornyot, és nevet szereztek maguknak, az egész világ fölfigyelt, és nyugatról odautaznak az emberek, hogy ezt megcsodálják, ugye, és pedig most újabb tervekkel álltak elő, ugye Közel-Keleten, ugye a királytornyot akarják megépíteni, vagyis már elkezdték a királytornynak az építését, ami majd azt mondják több mint egy kilométer lesz. Tehát, illetve a másik pedig nem álló, hanem hosszú város, ugye ez a 100 kilométer, amit avval a szenzációval hoztak, hogy még majd az űrből is lehet látni. Ugye nem tudjuk, hogy a Jóisten is ez a, hát megint lehet majd lekölt jöjjön, hogy megnézze, hogy az ember mit próbálkozik, mivel próbálkozik, de az emberben továbbra is benne van ez a belső vágy, a törekvés a nagyra, a jobbra, a tökéletességre. És a lényeg az egészben, amit a Szentírás mindig is tanít bennünket. Nem arra van az ember teremtve, hogy egyedül maga kóvályogjon.
Ha arról lett volna, akkor ma már Biblia szentírás nem létezne. Azért létezik szentírás, mert Isten nem mondott le az emberről. Isten ott van és beavatkozik a történelembe. Csak hogy látjuk, hogy az ember mai korban is, ugye, amikor próbálkozik, akkor gyakorlatilag, ha nem vele, nem megfelelő célra, szoktam mondani néha diákoknak, hogy ugye azt mondjuk, hogy Isten mindent tudó. Akkor miért nem csinálta meg Isten, lejött volna, ugye, amikor Jézus ugye, a második fiú megtestesült, felnőtt, és elkezdte volna oktatni az embereket, hogy hát akkor, nem tudom én, ismerjétek meg a vírust, ismerjétek meg a baktériumot, a vírusok ellen így kell védekezni, a baktériumok ellen így kell védekezni, ez a nukleáris technológiának az alapelve, ezen az irányon induljatok el. Tehát miért nem indított akkor el egy technológiai fejlődést? Ugye az embert, amikor meg lett teremtve, már a Szentírás is írja, hogy Isten sajátos módon teremtette. Ezt a módot, hogy az ember sajátos módon lett teremtve, nagyon jól tudják önök is, azzal fejezik ki, hogy egyrészt a saját képmására, másrészt pedig az életre keltés isteni lehelettel. Ugye mondjuk, hogy a szellemi képességeket megkapta. Tehát az ember úgy van megteremtve, és ezt nem kell tovább taglalnom, képes az értelme segítségével elvonatkoztatni, következtetni és konklúziókat lehozni, ami lehetővé teszi, hogy fejlődjön. Az embernek, illetve mindenkinek mindig mi a problémánk? Amit Szent Pál apostol is mondja, látom, tudom, hogy nem jó, és mégis megteszem. A problématika mindig a jó és a rossz. Ez a kettő közötti lavírozás. Ugye, ha jól mondom, egyelő emszercia négyzeten, ugye ez az alapja a nukleáris technológiának, ezzel indult meg, azt mondják, ezzel indították el. Az ember fölfedezte. Beletelt neki, de fölfedezte. És gyakorlatilag miben valósult meg végül? Létrehozták ugye az első működő atomreaktort, energiatermelés meg egyebek, de nem azok lettek létrehozva olyan értelemben, hogy energiával lássuk el az emberiséget és a technológiát, hogy fejlődjünk, hanem atombombát gyártottak, amivel több százezer embert elpusztítottak. És utána ez pedig beindult ugye a hidegháború. Önök ezt már nagyon jól tudják, átélték, érezték ez néha napján azt a feszültséget, önök jobban tudják, de ez volt. Tehát Jézus erkölcsi tanítást jött adni az embernek, a jó és a rossz között. A jóra tanít. És ezt próbálja a Szentírás is elmagyarázni, hogy Istennel az ember, ha vele jár, a jót megteszi, így is lehet fejlődni, és így tényleg föl lehet emelkedni. Most a másik kép, ugye ezt nem én állítottam össze, önök is látják, gyakorlatilag ebből lehet látni azt, hogy nem manipuláltam, tehát nem az volt a célom, hogy úgy válogassak az internetről képeket, hogy önmagamat igazoljam, gyakorlatilag beírtam, hogy a világ legnagyobb építményei a jelenleg korban, amik megtalálhatóak, és hát ez dobta ki többek között, de ez volt, ami összefoglalta, hogy a világon kontinensenként hol találhatóak meg. Hát láthatjuk, hogy a Közel-Keleten, a Amerikában, az Óceániában, Afrikában és egyebek, hát ez itt a sarok, ez itt Afrika, ugye a legmagasabb 234 méter. Nem tudom, én eddig még egyszer sem hallottam valaki beszél Afrikában, hogy milyen nagy épület van. Tehát megvan a technológiai fejlettség, de tudjuk, hogy gyakorlatilag elmaradóbbak. Láthatjuk, hogy a legnagyobb épületek mind olyan helyeken vannak, amik technológiailag, illetve olyan szinten vannak, amivel teljes mértékben nem csak, hogy az ember lenyűgözve van, ugye Amerikáról is egy időszakban a hidegháború alatt, ugye mindenki, hát önök is tudják, úgy volt, hogy jaj, hát a nyugaton ilyen technológia van, az ember ki akart menni, tömegesen mentek ki a pénz miatt, az álmuk megvalósítása miatt, milyen nagy épületek vannak, tehát az emberek mentek, mert le voltak taglóva az egész látnivaló miatt. Ugyanez van ma is. Az emberek most már oda mennek Dubajba, mert hogy ilyen modern, amolyan modern, ilyen nagy épület,
futurisztikus múzeum, ami azt mondják, hogy egyszerűen hihetetlen, szavakban nem önthető szinte. Tehát, hogy az embert ez letaglózza. De láthatjuk, hogy ezek, ahol vannak ezek a legnagyobb épületek, ezek az első világ első országai, államai, amelyek viszont teljes mértékben befolyásolják, és hát élőben megyünk, vagy nem tudom, hogy van, de láthatjuk, és sajnos egy olyan korszakba kerültünk ismét, hogy láthatjuk, hogy azok az országok, ahol nincsenek ilyen nagy épületek, tehát nincs meg az anyagi forrásaik, nincsenek meg a technológiájuk, meg minden, hogy ők most szenvednek. De kik uralkodnak, kik mondják meg, ott, ahol vannak ezek a nagy épületek. A kicsik pedig próbálkoznak, verik az asztalt, próbálkoznak, ellenkeznek, úgy, ahogy már sikerül. Hát köszönöm szépen a figyelmet, hát remélem, hogy sikerült időbe is, vagy nem fejeztem be túl korán. Ha kérdésük van, remélem, hogy a témát, illetve amit próbáltam a történeten keresztül, illetve ezen a szentírási részleten keresztül átadni, illetve kifejteni, hogy az miként ez az eszme, hogy váljunk nagyjá, ez miként formálta a történelmet, illetve formája is, és akkor is milyen problématika volt, az ugyanaz sajnálatos módon elmondhatjuk, hogy ma is jelen van. Ugye a másik az, hogy ez az egy nyelv, a pár percben, hogy pontosan miről is van szó. A bábeli torony történetben használt két kifejezés. Magyarul van a lehetetlen volt és a gondolat. Egy gondolat és a lehetetlen volt. Ennek a héber szavaknak a megfelelői ugyanebben a szókapcsolatban, az egész Szentírásban egy helyen fordul még elő, az a Jobb könyvében van. A Jobb könyvének az utolsó fejezete, ha jól tudom, a 42. fejezet második versében van. Azt mondja, most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. Itt az ember teremtményi voltára emlékeztet. Tehát, hogy Isten az ember fölött áll, ugye Jobb is megvalósul, vagyis végül Jobb is elnyeri, tudjuk Jobb történetét, hogy mennyi kísértések következtében viszont kitartott, végül ez miatt, hogy Isten miatt mellett kitartott, Isten megjutalmazta. De itt is Jobbnál ez a gondolat is a lehetetlen volt, lehetetlen kifejezések a bábeli toronynál is jelen van. Ez az egyetlen egy, és ebből is lehet következtetni arra, hogy gyakorlatilag az ember itt már Isten nélkül, az embernek a teremtményi voltában nem akarja, mint egy elfogadni Istent. Tehát Istentől egy eltérő utat választ. A másik pedig a nyelv szétzavarás, összezavarása. A Zsoltárok között az 55. Zsoltár 10. versében van egy mondat. Azt mondja, Uram, zavard össze nyelvüket, csak erőszakot és viszályt látok a városban. Egy város van, ahol ugyanazt a nyelvet beszélik, de zavard össze nyelvüket, tehát a gondolatban, mindenben, hogy megszűnjék a zavart, nehogy gond és probléma jöjjön. Tehát ezzel is lehet argumentálni az mellett, hogy a bábelnél a nyelv, ez az egy gondolat megoszlás, pont az miatt történik, hogy egy nagyobb gond, egy nagyobb véresebb háború kitörését, vagy egy nagy leigázó hatalomnak az elindulását gátolja meg valamilyen úton, módon. Hát köszönöm. Ebben föltenném akkor pontot.